Ki ez a nő, kérdezhetnénk, és aztán elég nehéz lenne a válasz, ha az elmúlt évszázadok festőnőire vonatkozna a kérdés. Miért is akar festeni, mit szeretne tanulni, egyáltalán képes-e rá, hogy alkosson? Ezek voltak a legalapvetőbb kérdések velük kapcsolatban. Évszázadokon át a nőművészek komoly hátrányban voltak, a nevük soha nem vált olyan ismerté, mint férfi társaiké. A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében különösen szépek és érdekesek a Nagybányán készült tájképek, ezen belül is Ferenczi Károly festőnő című alkotása, ami 1903-ban született, egy bizonyos Ilon állt modellt a fiatal festőművészetnek. Egyáltalán nem tekinthető evidenciának a nő, mint festő fogalmának létezése a művészet történetben. Ugyanis az elmúlt évszázadok nagy részében nem tartották őket alkalmasnak arra, hogy képeket készítsenek. Ugyanakkor már a 16. századból tudunk ritka, kivételes példákat említeni. Évszázadokon keresztül nem is juthattak a művészeti szférába be, ha csak nem volt az édesapjuk, vagy esetleg a férjük képzőművész. A legfontosabb művésznők a reneszánsztól kezdődően Sofonisz Bangisola, illetve Lavinia Fontana voltak. Utóbbi művésznő egyébként kuriózumnak számít, ugyanis 11 gyermeke volt, és a férje nevelte ezeket a gyermekeket, és hagyta a feleségét kibontakozni. Anguissola viszont nemzetközileg is elismert lett, sikerének híre még Michelangelo figyelmét is felkeltette, sőt, pályája csúcsán második Fülöp, spanyol király udvari festője lett. Artemisia Gentilisi volt az első nő, akit felvettek a Firenzei Képzőművészeti Akadémia tagjai közé, és máig az egyik legjobb barokk művésznek tartják. Egy nő alapvetően hátrányból indult, hiszen bizonyos témák, mint mondjuk az aktfestészet, az teljes tabunak számított, míg egy férfi esetében ez volt a normális, hogy aktokat is megörökítettek. Ugye kialakultak bizonyos műfajok, akár a csendéletek, akár a portrék, amik tulajdonképpen ilyen női műfajnak számítottak, és ezt úgymond biztonsággal tudták művelni. A 19. század vége fele jutottunk el oda, hogy a nők már mutatkozhattak egyáltalán a szabad ég alatt, ugye a férfi mesterrel, mert korábban ez is illetlennek számított. Az impresszionizmus időszaka hozott némi sikert a női alkotóknak, akik ugyanakkor megmaradtak sokszor a portré témánál. Berg Morisot vagy Mary Cassatt nevei a legismertebbek. A híres párizsi szalonokon például 1792-ig kellett várni, hogy egyáltalán bekerüljön nőnemű művész a kiválogatott művek közé, és 1871 volt az az év, amikor először díjazottak között volt nő. Az elmúlt évszázadban a női festő már egyáltalán nem tabu, a világban is egyre ismertebb alkotók jelentek meg. Frida Kahlo egy valóságos ikon. Nem véletlenül szoktuk azt mondani, hogy egy igazi Frida mániáról beszélhetünk, és Frida esetében valószínűleg az a kulcsa, hogy igazán személyes, emberi, és emiatt nagyon szerethető, és a 21. századi ember is képes közel engedni magához. Magyarországon az első női festőművészek közt ott szerepelt Fialka Olga vagy Dénes Valéria. Ma a legismertebb alkotóknak a sorát épp Maurer Dóra vagy Keserű Ilona nyitja, vagyis a nők jelenléte ma már természetes. Együtt néztük ezt a kisfilmet vendégeinkkel, közben megérkezett hozzánk a librettóba Popovics Viktória művészettörténész, és itt maradt velünk Verebes György festőművész is. Üdvözöljük Viktóriát. Ez egy borzasztóan érdekes kérdés. Sőt, Szilvivel mi itt már beszéltünk is róla, hogy én őszinte leszek, nem gondoltam volna, hogy a Magyar Festészet napján egy ennyire érdekes kérdésről beszélünk, úgyhogy rögtön tisztázzuk azt, hogy kimutatható, nem tudom, statisztikailag, vagy van arra adat, hogy ma Magyarországon a női és a férfi művészek aránya az nagyjából milyen viszonyban áll? Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés abból a szempontból, hogy az utóbbi évtizedekben, ahogy hallottuk is, azért nem volt ez ennyire egyértelmű. Viszont a kérdés abból a szempontból is érdemes megnézni, hogy vajon egyenlő esélyekkel maradnak-e pályán a nők és a férfiak. Tehát, hogy még azt gondolom, hogy most már a képzőművészeti egyetemen egészen nagy számmal szerepelhetnek nők, viszont talán épp az anyasággal vagy a gondoskodási feladatokkal összefüggő tevékenységük miatt a nők
nagyon gyakran válnak pályán. Könnyebbé vált, de rajta maradni a pályán ugyanolyan nehéz, mint volt. Egyébként szerintem azt is érdemes tisztázni, hogy egyáltalán ez a fogalom, hogy nőművész, ez valójában mit takar? Érdemes egyáltalán így megközelíteni ezt a kérdést? Igen, tehát érdemes ezt a fogalom használatot egy kicsit megvizsgálni. Ugye az, hogy női művész, az nem igazán, hát egy eléggé elavult fogalom a kortárs művészetben. A nőművészetet használjuk leginkább, ami valójában nem a nő biológiai neműre vonatkozik, hanem sokkal inkább azokra a problémákra, témafelvetésekre, a női identitással kapcsolatos kérdésekre, ami ezeknek az alkotóknak a sajátja. De vannak ilyen sajátjai? Tehát megkülönböztethető a női ábrázolásmód? Klasszikus nőművészek által használt témák? Hát leginkább a témákban tudnám én ezt kimutatni, bár lehet, hogy vannak festészettechnikai sajátosságok is, viszont én a témaválasztást tartom nagyon markánsnak, tehát egyes női testtel, női identitással kapcsolatos kérdések, vagy hogy említettem, az anyaság témája, az erőteljesen inkább a női alkotókra jellemző. Egyébként, bocsánat, csak hogy említsük meg, hogy van is női alkotókat felvonultató kiállítás a festészet. Igen, a Női vonal című kiállítás. Ezekben a percekben nyílik meg épp a Zikkurát galériában a Nemzeti Színház mellett. 42 női művész állít ki egy sajátos kurátori koncepció szerint. Mindazok a hölgy művészek állítanak ott ki, akik vállalják azt, hogy ez egy téma, tehát erről érdemes beszélni. Vannak olyan női művészek, akik óckodnak attól, hogy megemlítése kerüljön, vagy kihangsúlyozása kerüljön az ő nemi hovatartozásuk. Vannak, akik kimondottan szeretik ezt kihangsúlyozni. Tehát ez egy kérdésfelvetés, ami nagyon aktuális a mai napokban. Én még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy a művészeti oktatásban ma nagyon nagy túlsúllyal nők vannak jelen. Egyetemeken, középiskolákban, ezt gyakorló tanárként is elmondhattam, és ma is elmondom, tehát ez az arány, ez most már inkább a nők javára billent. Szilvi közben sokszor rám nézett, igen, mert most szeretném megragadni pont azért férfi a férfi ez a kérdést feltenni, hogy ön hogy látja művészként és tanárként is, hogy fontos, tehát vannak egyébként olyan stílusjegyek, vannak olyan, ugye azt mondta, hogy egy kiemelt kurátori munkának köszönhetően állt össze ez a mai tárlat is, tehát hogy valójában erről a megkülönböztetésről kell még ma beszélnünk, és ez egy kiemelt téma kell, hogy legyen a művészet történeten belül? Párom is művészet történész, azért is érdekel a kérdés. Az igazság, hogyha az ember belép erre a kiállításra, most már évek óta zajlik a Női vonal című tárlat megrendezése a Festészet napja keretein belül, érzékelhető, tehát felfedezhető, hogy ezeket a műveket nők hozták létre, de nem túlságosan hangsúlyos. Tehát valóban csatlakoznék, tényleg a témafelvetés az, ami leginkább megkülönbözteti ezeket. Én a magam részéről azt mondanám, hogy van többféle művészet, van jó művészet, most akkor maradjunk a festészetnél, tehát van jó festészet, van kevésbé jó festészet, de hogyha egy jó festészet, tehát egy jó festményt egy hölgy hoz létre, akkor az jó nőművészet. Egyébként más megkülönböztetés szerintem itt nem szükséges. Egyébként külföldön is éppen a legsikeresebb művészeink közé tartoznak a hölgyek, mondjuk Maurer Dórát, Keserű Ilonát említettük. De ha már itt tartunk, akkor a közgyűjteményekben, illetve a műtárt piacon mennyire reprezentáltak a nő alkotók? Igen, ezek nagyon fontos eredmények, amiket itt említünk. Maurer Dóra, Keserű Ilona nemzetközi szereplései, az egyéni kiállítások, a nagy nyugati múzeumokba bekerült alkotások, és reméljük, hogy ők azért törik majd az utat a fiatal generáció előtt, akiknek nem kell majd 50 évet várnia arra, hogy mondjuk méltó helyen kerüljön értékelésre az ő művészetük. De igen, a múzeumoknak nagyon fontos kanonizáció szerepük van, és a Ludwig Múzeum például az utóbbi időszakban
időszakban fokozottan figyel arra, hogy a gyűjteményezési politikája ebbe az irányba induljon, tehát az utóbbi időszakban nagyon sok nőművésztől vásároltunk műveket a gyűjteményre, és ez egy nagyon fontos lépés. Én kifejezetten örülök ennek a mai témának, ugye a szerkesztőnknek is hálás vagyok, hogy a Magyar Festészet napján ezt beemelte ide. Popovics Viktóriának és Verebes Györgynek pedig köszönjük, hogy eljöttek hozzá. Köszönjük szépen.